Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon elkezdődik a Perfect Genetics kihívás harmadik évada, úgyhogy ez itt az első rész, és hogyha minden jól sikerült, akkor láthattátok már, hogyan építettem meg Rain házát. Mindenképpen szerettem volna, hogyha amikor ugye 20 ezer szimoleon, nos, kezdőtőkéje van ugye egy címnek, hogyha kiköltözik, és hogyha elköltözik a családjától, vagy hogyha csak simán létrehozzuk. És mindenképpen szerettem volna, hogyha ez a ház ebbe az összegbe, így az összeg keretein belül maradna, úgyhogy hát először is ezért láthattátok csak a külsejét, mert a belsejét majd akkor fogom igazán berendezni, amikor már Rain keres pénzt, és lesz pénze és lehetősége új bútorokat venni, és addig meg csak szép kívülről, aztán ennyi. Remélem egyébként, hogy tetszett nektek a speed build, illetve remélem, hogy tetszik nektek a ház. Ide költöztünk, ez Brindleton Bay-be van, és itt is van a házacska. Kicsit be van borulva, semmi probléma. És ami maradt neki, azt hiszem, ilyen 6000 szimoleon körül maradt egy kis pénze, azt elköltöttem egy némi bútorra. Igazából a konyhát csináltam meg, a fürdőt, és a hálószobát úgy nagyjából. Viszont mondtam, hogy író lesz Rain. Na hát ez nem biztos. Nem biztos, mert nem tudom, lehet, hogy meggondoltam magam, azt majd meglátjuk. Most először is nézzünk egy... így egyszerűbb lenne. Jaj, így... egyszerűbb lenne egy álláshoz csatlakoznunk. Amit még el akartam mondani, az, hogy nem változtattam meg Rain haját, mert valaki kérte, hogy változtassam meg, de végül is nem változtattam meg, úgyhogy nem is fogom most még egyelőre. És hát nézzünk, hogy milyen... Oho, tudjátok, hogy mi lenne tök király munka neki? Ez a kártya... Úristen, hogy mondják ezt? Jövendőmondó? Nem tudom. Ez egy moddal jött egyébként. Ez az állás. Egy moddal szedtem le. Unpaid? Nem. Akkor ez nem jó, mert ez nem fizet. Úgyhogy ez nem lesz jó. Ezt nem akarom... Hát igen, ez a helyzet, gyerekek, hogy fogalmam sincs, hogy mik legyünk. Amit még szeretem volna elmondani, ezt gyorsan itt elmondom, hogy utána néztem, hogy az alienek milyen lehetőségekkel bírnak itt a Sims 4-ben, milyen különleges lehetőségeik vannak bármi az égvilágon, viszont semmi olyan nagyon nagy dolog nincsen, úgyhogy mondtam valamelyik részben, még az előző évadban, hogy szeretnék rá menni arra, hogy az űrlényekkel jött különleges képességeket, blablabla, azt itt ebben az évadban kipróbáljuk, de mivel nem igazán jött túlságosan sok különleges dolog, ezért nem fogjuk kipróbálni. Nem baj, azt hittem, hogy egy kicsikét jobb lehetőségeik vannak az űrlényeknek. Itt látok most egy writer. Ez eddig is itt volt. Aha. Hát figyeljetek. Akkor mégiscsak írók leszünk. Ennyi. Mégiscsak írók leszünk. Viszont nem tudom, hogy hogyan szerzünk pénzt, bár már most kaptunk pénzt valamire, és nem tudom, hogy mire. Na mindegy. Úgyhogy mi lenne, hogyha itt van egy kis rész, ahol lehet halászni, és dolgokat kéne keresnünk, hogy egy kis pénzhez jussunk. Úgyhogy ez most a legfőbb feladatunk ebben a mai részben, hogy egy kis pénzt gyűjtsünk már össze. Úgyhogy, hát megpróbálom. Hát, nincs nagyon mit gyűjtögetni. Akkor viszont... itt voltunk az előbb. Nincs nagyon mit gyűjtögetni az a helyzet. Oda nem tudunk menni. Itt van egy... ugyanilyen kis busz megálló van Pécsen. Jé, ez tökre ilyen Pécs utca. Mindegy. Nem
bontom tovább, vagy hát értitek, tehát, hogy nem kontrázok rá, hogy hol, meg minden. Nincsen nagyon mit összeszedni. Azt kell mondanom, hogy még mindig nem találok semmit, amit úgy össze lehetne úgy kapargászni. Így sincs. Nincs. Akkor csak fúha. Hát akkor bizony csak horgászni, és még azt se. Nem tudunk itt horgászni. És tényleg nem tudunk. Na, dehogy nem tudunk mi. Oké, horgászunk egy kicsit, és eladunk majd halakat. Úgyhogy ez lesz a program, és 4 nap múlva vagyunk dolgozni, úgyhogy teljesen jó az egész. Remélem, hogy elégedettek vagytok ezzel a állással. Nem tudom. Oké, Love Date most nem fogunk. TV season premiert se tudjuk megcsinálni, mert nincsen tévénk. És jelenleg nem az a legfontosabb. Úgyhogy... Ja igen, meg a másik, hogy átváltoztattam a... az egyik személyiségjegyét, az írói személyiségjegyét arra, hogy utálja a gyerekeket. Igen, ezt mindig elfelejtem, hogy azért ezt egy át kéne változtatni, és lépjünk ki a Rivalda fényből, nem fogunk most mi ezzel foglalkozni, úgyhogy ezt így be is zárhatjuk, és jó lesz, hogyha csak ezt mutatjuk, vagy mutatja. Na, nézzük is meg, hogy hát itt vannak azért dolgok, amiket el lehet adni. Most itt van ez a hal, ez 83 Simoleont ér, ez Dead Blues Leg, ezeket ki akartam majd rakni, ezt is eladom, és akkor már a házi feladatokat is eladom, mert az sem kell. Illetve itt van egy könyv, ezeket is eladom, ez se kell nekünk. És itt van egy könyv, ez a vámpíros, ez se kell nekünk. Ezeket azért megtartom, mert ezek ilyen emlékek. Kifogtunk egy kis epret. Na, az azt igen. Jó. Hát igazából ültethetünk növényeket, de nem érzem feltétlenül szükségesnek, ezt ki tudjuk ásni. Szerintem ebből már talán tudunk napnip. Jé. Ja, ezt csak megnézni tudjuk. Aztán lehet, hogy a kertész is jó lett volna. Na mindegy. Promised. Igen. Ez attól van, hogy ugye a barátjával megígértettük, hogy örökre együtt fogunk maradni, de ő még mindig tinédzser. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ebből a kapcsolatból, lehet, hogy majd keresünk mást. Nem tudom, ez igazából tőletek is függ, úgyhogy írjátok meg nyugodtan, hogyha szeretnétek, hogy Magnussal házasodjon össze majd a későbbiekben Rain, vagy pedig keressünk valaki mást, ezt majd írjátok meg mindenképpen lent a kommenteknél. Majd igazából nem fontos most, csak majd idővel. Oké, együnk egy kicsit és nézzük meg, akkor 1119 pénzünk van. És mondjuk ide lehetne csinálni egy kis írói sarkot. Ez ilyen pont megfelelő lenne. Egyébként ez is majd egy fürdőszoba lesz, és itt meg ez meg a nappali. Ha majd gyerekei születnek, akkor azokat majd megoldjuk, hogy hova rakjuk, nem tudom még egyelőre. Lehet, hogy ezt a szobát fogom majd ketté felezni, de nem biztos. Oké, nézzük meg, hogy van-e valami... Ja igen, a falak sincsenek ám kifestve, szóval semmi az égvilágom. Szóval nézzük meg akkor, hogy mennyibe kerülne egy asztal, egy szék és egy számítógép. Nézzük a legolcsóbb... Ez a legolcsóbb, 253-100. Ez a legolcsóbb, és ráadásul milyen jól néz már ki. Ezt megvehetjük mondjuk, mit tudom én, először egy ilyenbe, és nézzük meg, hogy milyen színek vannak. Egyébként nekem ez a szín tökre tetszik, úgyhogy ez maradhat. Akkor egy szék hozzá, hát ez a legolcsóbb kis szar szék, de szerintem jöhet egy ilyen is akár. Nem tudom, milyen színben, rózsaszínben jó lesz, és... Meg tudjuk venni a legolcsóbb komputert. Ez szuper. Szuper. Úgyhogy el tudunk kezdeni írni. Ezt együk meg gyorsan. Ja, nem tudunk elkezdeni írni, mert el kell mennünk aludni, úgyhogy
utána használjuk a WC-t, és menjünk el aludni, és majd jövök, amikor Rain felkelt. Oké, szerintem fel is kelthetjük, és rögtön írhatunk is könyvet, nem kell azzal bajlódnunk, hogy most gyakorolja az írásjártasságot. Egyszerűen csak írjunk könyveket, hogy azzal is legalább egy pici pénzt keressünk. Nézem is, tehát itt van a... Aha, ez is az élet célja, hogy bestselling autor legyen. Autor, sose tudom kimondani. És már az első... Igen, már az első szintet elérte. Egyébként szerintem nagyon kis cuki helyen van ez a házikó, nézzétek meg, és ezért csináltam két fele bejáratot, mert ugye itt is van egy bejárat, és itt is van egy bejárat, úgyhogy ezért csináltam. Viszont ide kirakhatnánk valamit, mondjuk egy ilyet. Ó, ez így jól néz neki. Esetleg ezt is, hát nem, ezeket majd máshova rakjuk ki. És mit, hát kifogtunk ugye még egy halat, rendben, és szerintem elkészültünk, igen, az első könyvünkkel, rendben, és most pedig kéne egy kis szenyát csinálnunk, mondjuk, és utána majd felhívhatjuk valamelyik, ó, nem raktam, még kukát se raktam, Jézusom, kintre raktam, ugye? Kintre raktam kettőt is, úgyhogy ide kihúzom ezt ittem. És azt mondtam, egyél, de nagyon akar valakivel beszélgetni, úgyhogy Alkron, hogy vagy drágaságom? Ja, hogy alszol? Akkor valószínűleg mindenki alszik, úgyhogy tényleg csak itt tud. Find a pampal. Ó, és akkor rakjunk ide egy ilyen kis, azt a bordot, úristen, azt hadd nézzem meg, lehet, hogy az olcsó, nem tudom, de az nekem tökre jó lenne. Csak nem tudom, hogy hol található, de mindjárt megnézem. Na jó, az helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy mi annak a cuccnak a neve, úgyhogy valószínűleg nem fogom megtalálni. Ó, de itt van, 70. 70, jó, meg kell jegyeznem, hogy hol találtam, és... Azt írja, hogy 70 Simoleonba kerül. Itt ezen az oldalon van, azt hiszem, a postaláda, igen. És, jaj, nem, várjatok, ezt nem tudom kiadni. Miért nem tudom ezt kiadni, gyerekek? Nem tudom kiadni. Postaládára kattintva kell kiadni, nem? De. Írjunk még egy könyvet. Na, most már ki tudom őket adni, szuper. Lehet, hogy éjszaka nem lehet őket kiadni, fogalmam sincs. De most megyünk és kiadjuk mindkét kis könyvünket, a másikat is. Ígyni. És teljesítetik is az első, nem tudom minket, ezt a kis mérföldköves kis az akárminket. Hát nem tudom, hogy... Ja, dehogy nem, hát hogy ne tudnám, hogy hogy kerülünk inspirált állapotba. Ugyan már akkor Cadent felhívjuk, és beszélgetünk vele egy kicsit, aztán Alkront és Magneszt is felhívhatjuk igazából. Aztán pedig legyünk inspirált állapotban, léci. Oké, az a helyzet, hogy jelöltek minket egy díjra az egyik könyvünk miatt már most, ami eléggé hihetetlen egyébként, de jelöltek minket, úgyhogy meghívtak minket erre az eventre, és 9-től 5-ig dolgozunk, ez pedig 6-tól 11-ig van, úgyhogy pont el tudunk menni. Elmegyünk arra az eventre, aztán annyi. Nem baj az, jó lesz. Szegény Rén nagyon szomorúan van, vagy nagyon szomorú, mert nem teljesítettük a Love Day-t, hát sajnálom, de most nem éppen ez az elsődleges. Na mindegy, majd jobban lesz idővel. Úgyhogy igen, ezeket majd azért el kéne takarítani, és utána írnunk kéne. Egy szomorú könyvet. Jó, van, írjunk egy szomorú könyvet, talán egy picit segít rajtunk. Mama doesn't love you anymore. Na, ilyet ne mondjál. Ez csúnya. Ilyen nincs. Ha valakit ne szeretne az anyja, ilyen nincs. Na.
Kire gondolsz te? Hát ez kicsoda? Alkron néz ki így? Vagy ki? Úristen. Known alien. Happy childhood. Mother. Ó, itt az anyukánk. Na, ezt jó tudni, hogy ennyire ismerjük az anyukánkat. Ez az írd ki magadból, csak az a lényeg, írd ki magadból. Oké, még egy jó könyvet írtunk. Jó könyvet elég könnyű írni. Írjunk egy ilyen rövid történetet is. Oké, írtunk még egy jó könyvet, és beszélnünk kéne valakivel, úgyhogy beszéljünk vele, és utána adjuk ki ezeket a könyveket, igen, és ezt is, vagyis csak az egyiket tudjuk egyelőre, jó, és akkor most a másikat, egyszerre csak egyet, jó, túl sokat akarok, tudom. Na, és most megint csak együnk, és aztán vissza kell mennünk írni, mert szeretném, hogyha ez gyorsan meg lenne, főleg az élet célja. Oké, írtunk még egy jó könyvet, és írjunk még egy gyerekkönyvet, és aztán meg is lesz. Remélhetőleg ez a mérföldkövünk, hát, illetve lehet, hogy ez a 15 órás még nem, de az 5 jó könyves, az biztos jó könyvet írni, mondom, nem nehéz. Utána menjünk el WC-re, és zuhanyozni is, és aztán pedig játszunk egy kicsit, hupszi, így játszunk, és utána majd beszélgetnünk kéne, mikor megyünk dolgozni, 16 óra múlva, szuper. Most nem megyek el a romantikus fesztiválra, hogyha nem baj. Oké, írtunk még egy jó könyvet, már csak egy órát kell, igen, egy órát kell írnunk, és akkor megvan a mérföldkövünk, úgyhogy adjuk ki ezt a könyvet, miután játszottunk persze, és fel is hívhatnánk Magnest, mondjuk, mert ő volt itt éppen kéznél, de viszont nagyon fáradt, úgyhogy nem tudunk vele olyan sokat beszélni. Szerintem nem is akar velünk olyan sokat beszélni, nem tudom, hogy miért. Na mindegy. Úgyhogy utána pedig feküdjünk le gyorsan aludni, és 10 óra múlva megyünk dolgozni. Hát a napi feladatunkat már bőven megcsináltuk, úgyhogy legalább ez megvan. Oké, és már megyünk is dolgozni, úgyhogy dolgozzunk keményen mindenképpen. Azt nagyon-nagyon szeretném. Ó, magától is keményen dolgozik, úgyhogy semmi probléma. Megjött a 86 Simoleonos royalty reportünk. Hűha, ebből aztán meggazdagszunk, nem? Nem fogunk. 304 Simoleonnal tértünk haza, és ez nagyon szuper. Már is sokkal jobban állunk, mint a videó elején. Na jó, menjünk. Ó, mit csinálunk? Play Blick Block. Oké, azt hittem hirtelen, hogy másra kattintottam. Most nincs kedvem beszélni Emeralddal. Most játszunk egy kicsit, és aztán használjuk a WC-t, a fürdőt, és hát utána ehetünk egy kicsit a maradékból, és ezután pedig természetesen írjunk, azt hiszem írnunk is kell, egy gyerekkönyvet írjunk. Ó, de ez is complete. Ja, nem tudom, hogy miért complete. Na mindegy, ezek szerint nem kaptunk új feladatot, hogy még több könyvet írjunk, de ez nem is nagy baj. Illetve egyébként, hogyha gondolkozok, hogy ebből a szobából még mi lehetne, hogyha csak egy gyereke születne Rainnek, nagyon erre hajtok egyébként, akkor lehetne ez a szobája. Na mindegy, majd meglátjuk, majd kialakul, ez még egy kicsit odébb van, mondjuk a következő részben már elkezdhetünk ismerkedni, vagy a következő utániban, vagy nem tudom igazából, hogy kivel kéne összejönnünk, lehet, hogy Magnusnál kéne maradnunk, de az is lehet, hogy valaki újat kéne választanunk, ezt majd döntsétek el ti, én nem tudom, hogy mi legyen. És szerintem, amikor ezt a könyvet megírtuk, szerintem, igen, a mérföldkövünket teljesítettük. Szuper, akkor a következő az, hogy a 6-os szintet el kell érnünk írásjártasságból, 10 könyvet kell publikálnunk, és 5 kiváló minősítésű könyvet kell írnunk. Úgyhogy ezt gyorsan megírjuk, és aztán elmegyünk aludni.
És majd amikor felkeltünk, akkor publikáljuk ezt a könyvünket is. Igen, remélhetőleg befejezte, be is fejezte, és ezt publikálhatjuk is. Hát ez nem lett kitűnő könyv, sajnos, na mindegy. Valaki hív. Bella Moses, Bella meghalt. Bella meghalt. De hát csak most költöztünk ki. Hogy halt meg Bella? Jézusom, nem mondod. A szegény kicsi Brad anyu nélkül maradt. Miért nem tölt be? Ja, de viszont Roland még él. Úgyhogy, hát sajnálom Bellát. Igen, és igazából már csak Caden van életben. Úristen, milyen ez a családfa. Nico Alhabib Amiyang. Aha, Teresa Blanc. Hát jó. Jó, egész jól néz ki végül is. És ugye ez az ága a családnak. Vitte tovább a genetikát, úgyhogy tök szuper. Szuperek vagyunk. 6:30 van, úgyhogy még telefonálni nem tudunk. De amint kisírta magát Bella, vagy Bella, persze, mert most halt meg, Rain, fel tudjuk hívni Alcront, már most fel is tudjuk hívni, úgyhogy kicsit telefonáljunk vele, hogy egy picikét jobban érezzük magunkat, és aztán írjunk egy... Bár egy óra múlva megyünk dolgozni, de nem baj. Nem baj. Attól még írhatunk. Jó, és most el is kell mennünk dolgozni, úgyhogy dolgozzunk keményen. Fame-et nem akarok, de money-t igen, úgyhogy... Úgyhogy köszönjük szépen. Mit kaptunk? Nem is olvastam el egyébként. Respect my authority. Lehetőleg ma elő fogják léptetni, ahogy látom, van rá esély, hogy előléptessék. Elő is léptették, most már advice columnist, és mi a feladatunk? Write books, és az is complete. Small fish in a big pond. Nem akartam ilyen fémet egyébként. Step don't seem to be. Nem. Jó, hát akkor nem tudom, hogy ezt miért írta ki. Na mindegy, lehet, hogy így automatikusan kírja, de gyorsan menjünk aludni, mert szegény Rain nagyon-nagyon álmos. Ó, ne csináld! Tönkre ment a számítógépünk, úgyhogy hát meg kell szerelni. Nincsen 400 simoleonom, hogy kifizessem, hogy vegyek egy újat konkrétan. Úgyhogy bármi is van, muszáj megjavítani, sajnos. Oké, és játszunk akkor tovább a játékkal. Ezt majd később, ezzel majd kezdünk valamit, ígérem. Most ezt onnan elviszem, hogy ne legyen ez miatt is szomorú, vagy bármiféle kényelmetlen hangulatjelzője. Ja, igen. És akkor most folytathatnánk ezt a könyvet, amit elkezdtünk írni. Oké, egy óra múlva kezdünk a munkahelyünkön, és befejeztük a könyvet úgy, hogy adjuk ki gyorsan, és utána menjünk el gyorsan fürdeni, mielőtt még mit gondolnak rólunk a munkatársak, rosszat gondolnának rólunk, hogy nem fürdünk. Oké, menjünk is dolgozni. Oké, Magnus fölnőtt, és az előbb elhívott minket egy randira, de visszautasítottam, mert Rain aludt. Úgyhogy tök szuper, hogy ő is felnőtt lett, és így akár össze is jöhetünk vele. Majd írjátok meg, még egyszer mondom, kommentben, hogyha szeretnétek ezt befolyásolni. Ha nem szeretnétek, akkor csinálom, ahogy gondolom. Igazából mindegy nekem, hogy kivel jön össze. Ez a ruci, ez tényleg eléggé kihívó. Vagy kirívó. Nagyon. Nagyon. Na mindegy, írjunk. Írtunk egy kiváló könyvet, szuper, és... De azt nem értem, hogy miért nem számol, amikor publikáljuk a könyvet. Mert hogy publikáljuk, csak nem számol. Hát ez elég érdekes, lehet, hogy ez valami... hiba lesz így a játékban, de hogyha esetleg nem tudom,
majd meglátjuk, hogy tudunk-e vele valamit kezdeni, mert mindenképpen tudunk valamit vele kezdeni, csak még nem tudom, hogy... Na mindegy. Mindegy. Majd megoldjuk mindent, megoldunk. Ez már hányadik badger lesz? Akkor ne pet legyen, hanem let. Legyen már valami különbség a könyveink címei között. Oké, megírtuk a következő kiváló minősítést kapott könyvünket. Hát lehet, hogy ezzel az életcéllal hamar fogunk haladni. Mármint, hogy hát lehet, hogy ezzel így hamar vége lesz, még nem tudom. Hát majd meglátjuk. Ja, és most kellett rájönnem, hogy itt nincsen. Nincsen? De furán néz ki ez a ház így. Tudunk ezzel valamit csinálni? Remélem tudunk. Lehet, hogy ez így nem lesz jó, ahogy most van. Nem tudom, hogy mi történt itten. De ez is pénzbe. De jó! De jó vagy. Jézusom, nem! Na! Most jó? Remélem jó. Ajánlom, hogy jó legyen. És most tudunk rakni mindenhova ilyen zöld cuccot. Na! Miket nem találok ki? Jó, szuper, mindenhol van. Jó, folytassuk. Jaj! De meg tud ez engem bolygatni? Na, folytassuk az írást. Uksi, és most pedig publikáljuk ezt is, meg self-publisher. Várjunk, mi a különbség a kettő között? Small amount, ez meg moderate, úgyhogy itt adjuk ki mindkettőt. Sell to publisher. Jaj! Szegény Molly. Nincs rád pénzünk. Jó Istenem! De lesz rád pénzünk. De lesz rád pénzünk, engem nem érdekel. Éhes, úgyhogy veszek neki egy tálat. Istenem! Nem akarom. Ne legyél éhes, hol van a tál? Egy kis rózsaszint veszünk neki, mert Molly akkor kislány. Ide kirakjuk. Neki. És megtöltjük. Oké, akkor adjunk neki pet care. Gift treat. Lehet, hogy ez egy kicsit jobb lesz. Jaj, Istenem! Nézzétek! Nem bírom. Na hát lehet, hogy lesz egy kis kutyuskánk. Miért nem tudjuk neki mondani, hogy izé egyen? Azt akarom, hogy egyen. Ó, Istenem! Comfort Molly. Comfort Molly. Mit jelent az, hogy Comfort Molly? Ki halt meg már megint? Roland Herrera is meghalt. Hát ez csodálatos. Jaj, de boldog. Hogy lehet Molly-t örökbe fogadni? Örökbe akarom fogadni. Offer friendship. Friends with Molly. Jaj, nincs Markocs. Comforting hug. Jaj, Istenem, de adoptálni akarom. Molly, jó lesz a Molly. Jaj, Istenem, adoptáltuk egy kis kutyát. De jó. Na jó. Akkor Molly, call Molly to eat. Egyél. És utána elviszük gyorsan a vet klinikbe, csak előbb megeszi a kaját. Oké, nagyon éhes volt, akkor töltsük fel újra. Ó, neki is kell pisilnie. Na jó, akkor gyorsan elmegyünk pisilni, és aztán Mollyt elvisszük a klinikára. Wow, kaptunk egy ilyen arany pottyit. Potyikát. Jaj, Molly! Ne ott aludj! Vigyük el gyorsan a vet klinikbe. Gyorsan vigyük el. Menjünk. Itt vagyunk. Léci, szeretnék, hogy is kell? Itt kell. Jó. Sose voltam még vet klinikbe egyébként. Curing sickness. Kérlek.
hogyha majd ezt a másikat is meg kell csinálnunk, azt a... akármit. Oké. Wait for bet. Oké. Hol van? Melyik az az examination izé? Jaj, itt van. Jaj, pici kutyus. Kicsi Doberman. Egy pici Doberman kutyus. Ugye? Nuclear nose. Which treatment option do you would you prefer? Troublemaker. Jaj, szegény. Pici kis izéja van. Pici mucika. Picike. Hadd csinálok rólad egy kis képet. Aha. Na persze. Hát így nem fogok tudni. Jézus, mennek a macskának mi baja van? Jaj, szegény cica, ő is beteg. Na. Nézzük, hogy mit tudunk még neki venni. Itt volt valami. Szint Molly in for spay. Mi ez a spay? Mindegy, várakozzunk. Türelmesen. Biztos, hogy csak jót tesz neki, remélem. Ne így áll onnan. Mi ez a... mi ez spay? Úristen! Jaj, de kis cuki volt. Minden rendben van a kutyámmal? Pet care. Training. Ó, megtanultnítjuk majd mindenféle cuccra. Minden rendben van a kutyánkkal? Nem tudom, na mindegy. Mit mondasz? Oké, itt mik vannak? Pet items. Na, vegyünk néhány pet itemet, mert hogy nekünk egy darab sincsen. Ó! Age down treat. Aha, IQ limiter. Megérdemli a wellness treatet. Ez pedig egy ilyen melegség ellen, hogyha nagyon melege van a kutyának, azt is megvesszük. Az IQ limitert is majd megvesszük, de most egyelőre menjünk haza a kis pici kutyunkkal is. Remélem ő is jön velünk. Bizony, jött velünk, viszont nincsen ágya. Nem tudom. Mindegy, nem tudom. Majd alszik valahol. Nem tudom, hogy hol, de talál magának helyet, okos kutya ő. Igen, be... gyere be! Miért úgy alszol? Jó, tudjátok mit? Akkor veszek neki egy ágyat. Ne ott aludjon. Nehogy már. Hol van egy ilyen kutyaágy? Kell nekem egy ilyen nagy. Nagy kutyaágy. De nincs is. Dehogy nincs. Ó, várjatok, ez nagy, pici? Igen, ez pici. Ez való neki, és legyen mondjuk... ez cicás, ez nem jó. Legyen mondjuk ilyen, és... és legyen itt. Meg tudjuk neki valahogy mondani. Ask to lie down, Molly. Oké, menjél Molly oda. Gyere be, kérlek. Wake up, Molly. Biztos azért, mert öreg, azért alszik itt így el. Micsoda? Jaj, mert... jaha, nem tudsz átlépni rá egy szőnyegen? Komolyan? Hú, na jó, ezt egyelőre ide rakjuk. Egy szőnyegen nem tud átlépni. Pedig ez egy kutya szőnyeg. Na, wake up, Molly. Kérlek, ide feküdj le. Köszönöm. Feküdj le oda, és ott aludj. De előtte mondjuk adhatnánk neki egy ilyen, bár Simstagram pet, csináljunk már róla egy képet. Így a... jaj, szegény. Csak alszik, és nincsen semmi baj, ez szeret velünk lenni. Na jó. Akkor wake up Molly, és ezt az anti... age down. Akármit. Ezt valahogyan... így oda tudjuk neki adni? Nem tudjuk neki odaadni? Nem tudjuk. Hogy kell ezt odaadni neki? Jó, van, akkor aludjál úgy. Hogy kell ezt odaadni neki? A kutyáknak ezeket a izékat. Érdekes, viszont Rain nagyon-nagyon éhes kezd lenni, úgyhogy együnk már valamit vele. Na, Mollikám.
kis cuki Doberman babám. Ó, kicsit lebeg a föld fölött, nem? Na mindegy. Szóval, ennek a résznek itt most vége. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszik nektek, tetszett nektek ez a rész, és tetszeni fog a harmadik évad. Remélem, hogy Molinak oda tudom adni ezt az akármit, ezt az anti, vagy age down akármicsodát, úgyhogy, hogyha tudjátok, hogy hogy lehet neki odaadni, akkor írjátok meg, légy szí, szóval legyen szép napotok, sziasztok!